Nincs megállás, keményen edz Pupréka, hisz a világ tetejére igyekszik az 52 kg-ban versenyző paksi dzsúdós. Cél a tokiói olimpia, mely belátható távolságra van már számára. Az eredményei pedig egyre jobbak a kicsi, de egyre erősebb lánykának. A mesterek tornáján az 5. helyért, legutóbb pedig a Tel Avivi Grand Slam torna bronzéreméért kapott pontokkal egyre feljebb kapaszkodik a ranglistán. Mindenképp jól jött ez az 500 pont, meg ugye a Masters-en is a 600 valamennyi, mert sajnos ebben a 100%-os pontgyűjtésben még csak elég kis pontjaim voltak, ami még csak az utolsó helyre volt elég idáig, de ez a két nagyobb pont azért jól megdobott engem is, mind a világranglistán, mind a kvalifikációs ranglistán, úgyhogy a világranglistán szeretnék még feljebb húzni, a kvalifikációs ranglistán pedig szeretném, hogyha azért még ennél is biztosabb lenne a helyem. Igaz, hogy most megelőztem pár ember, de azért még nem mondanám ezt annyira biztos helynek, úgyhogy ott is szeretnék azért még feljebb húzni. Ha minden igaz, még lesz 4 Grand Slam, egy EB és egy VB az olimpiáig. Most a következő héten lesz ugye a taskenti Grand Slam, ott most nem veszek részt, végül abban maradtunk, most egy kis pihenő, úgymond verseny szempontjából, de edzések persze lesznek. A legközelebb március végén a Tbilisiben rendezett Grand Slamen már indulok, utána még nem teljesen beszéltük végig, hogy pontosan mi is lesz, az EB az biztos, meg a VB, azon kívül, hogy az Antaliában a Grand Slamen vagy a Párizsi Grand Slamen indulok, még az még képlékeny. Érheti 10 edzés az bőven belefér a hétbe, egy-egy hétbe, de a most a hetet azt itthon töltöm. Tegnap voltunk Pesten keretedzésen, holnap megyünk Bajára délután, de a többi nap most itthon leszek, de szerintem jövő héten, kedszerda, csütörtök megint fölmegyek Pestre, mint az utóbbi pár héten is fönn voltam 3 napokat Pesten. Úgy gondolom, hogy ez azért sokat hozzátesz, mert ott vannak partnerek, itthon azért láttuk, hogy fiatalok vannak, meg még nem annyira az a szint, mint amire mi készülünk, de reméljük lassan ők is beérnek, és akkor nem kell ennyit utazgatni. A nyári 5-karikás játékokon súlycsoportonként a legjobb 18 vesz részt Tokióban, azonban egy nemzetet csak egy cselgáncsozó képviselhet. A kvalifikáció június 28-án zárul, addig még 4 Grand Slam tornán, valamint egy-egy világ és Európa bajnokságon gyűjtögethetnek pontokat a dzsúdósok. Az 5-karikás játékok legfontosabb versenyét, a világbajnokságot Budapesten rendezik meg június 3-ától, melyen biztosan tatamira lép a paksi reménység is, Pupréka.